8 napi rendi pontot tárgyalt Dombóvárváros önkormányzatának képviselőtestülete, tudtuk meg a település polgármesterétől, Pintér Szilárdtól. A legfontosabb kérdés egy új lakóövezet kialakítása volt. Kiemelkedő volt, hogy döntöttünk az Üdvombári utcák nyitásáról három utca tekintetében, illetve befejezéséről, hiszen a nyitás megtörtént, csak az infrastruktúrai fejlesztések maradtak el, illetve a tulajdonjogok rendezésére vonatkozóan fogunk ott a kert tulajdonosoknak egy vétele ajánlatot tenni a közeljövőbe. Nagyon hiszem, hogy az a 60 pár telek kialakításra kerülhet a jövő év végére, és át tudjuk látni megfelelő infrastruktúrával is, hiszen a fiatalok részéről nagyon nagy igény mutatkozik azon a területen új telkek kialakítására. Ezt követően még kiemelkedett, és azt gondolom, hogy nem volt örömteli napirendi pont, de a gazdasági változásokkal sajnos nekünk is kell haladnunk, illetve minket is megérintett, és természetesen hátrányosan, hiszen azok a szolgáltatóink, akik legnagyobb szolgáltatók Dombváron, itt gondolok a közétkeztetésre, gondolok a tömegközlekedésre, akár orvosi ügyeletre is, akár takarító cégünkre is, kérték indexálni 2022 évi költségtérítésüket, tehát a szolgáltatások ellenértékét. Azt hiszem, hogy egy normális léptékű alkuban és egy olyan pozícióban tudott belőle kijönni a város, ami még vállalható, és természetesen ők azok a szolgáltatók, akik ma Dombováron több száz embert foglalkoztatnak, és nekünk a vállalkozókat támogatni kell, fel kell karolni. Erre az indexálásra mindenképpen szükség volt, hogy ezek a munkahelyek megmaradhassanak Dombováron. Az áprilisi ülés alkalmával egy napirendi pontot személyi kérdéseket érintő témája miatt zárt ülésen tárgyalt a képviselőtestület. Ez egy nagyon kellemes napirendi pont minden évben, hiszen a Buzánszky Jenő ösztöndíjasokról tudunk dönteni. Sporttanács erőzetes véleménye, szakmai állásfoglalása alapján, humánbizottság jóváhagyásával ma a képviselőtestület 19 dombári fiatalt talált méltónak arra, hogy ebben az évben a Buzánszky Jenő ösztöndíjat megkapja. Alapvetően azt tudjuk már Dombováról, és ez évek óta így van, hogy egy utánpótlás bázis vagyunk, nekünk a fiatalokat kell támogatni. Nyilván ezek a fiatalok korosztályonként a legkiválóbb eredményeket produkálják, akár országos szinten is. Alapvető feltétel az, hogy a szövetségük által valamilyen tehetséggondozó programban amúgy már részt vegyenek, illetve válogatott tagsággal bírjanak. Ez egy 12 hónapos ellátás, amelynek az összege havonta 25 ezer forint. Dombováron büszkék arra, hogy ilyen nagy számú válogatott szintű sportolót jegyezhetnek a szakosztályok. Ez azt is jelenti, hogy az edzők kiváló munkát végeznek az utánpótlás nevelés terén.